A Szekszárdi Szakképzési Centrum első István szakképzőiskolájában vagyunk Paksbirítón. Ez az egyik olyan iskola, akik bevállalták az orientációs képzés bevezetését. Sárosdi Bernadett igazgatónő azt mondja, jelentős innovációra és szakmai kreativitásra van szükség a képzés lebonyolításához. Ennek az orientációs évfolyamnak az a specialitása, hogy itt a tanulókkal, diákokkal megismertetjük a szakmákat. Igazából azokat a diákokat várjuk erre a képzésre, akik 8. után még bizonytalanok. Nem tudják eldönteni, hogy melyik iskola lenne számukra az ideális. Gimnáziumba mennének, szakgimnáziumba mennének, ugye ami 2020-tól már technikumnak hívjuk, tehát technikumba mennének, vagy szakmát szeretnének tanulni, vagy egyáltalán hova tovább. Azt gondolom, hogy 14-15 évesen, mint szülőként, mint diákként ez egy óriási kérdés. A képzési forma különlegessége, hogy nem a megszokott iskolai órákban folyik az oktatás, hanem élmény alapon sok gyakorlati elem felhasználásával, projektben gondolkodva ismerkednek meg a különböző szakmacsoportok. A 21. századi munkahelyen és a szakképző iskolákban már azt gondolom egészen más kompetenciákra van szüksége egy munkavállalónak és a tanulónak. Ebben az iskolatípusban elsősorban ezeket a kompetenciákat fejlesztjük. Mire gondolok? Ilyenre gondolok, mint együttműködő képesség, probléma megoldás csapatban való dolgozás. Itt nincsenek klasszikus tanórák. Itt a tantervtől el tudunk térni, sőt, kimondottan személyiségközpontú tanítás zajlik a tanórákon. Egészen más módszerrel dolgoznak a pedagógusok, sőt, annak is örülök, hogy nem egy pedagógus van egy osztályban, hanem több pedagógus dolgozik. Itt projekt szemléletű oktatás zajlik. Nem feltétlen a szakképzés a kiút, mint irány a választás tekintetében. Lehetséges az is, hogy a gimnázium irányt fognak választani. Ebben az évben viszont nagyban lehetőségük lesz arra, hogy sok-sok üzemet meglátogatva pályaorientációs képzéseket kapjanak. Ki tudja magát próbálni ugyanúgy a konyhában, ugyanúgy a szolgáltatásban, az idős gondozásban, a csecsemő gondozásban, a faipari szakmákban, az építőipari szakmákban, a fémes szakmákban. Tudjuk irányítani, hogy akkor melyikből mennyit mutatunk a gyerekeknek. Mert azt még hangsúlyoznom kell, hogy itt egyéni tanulási utakat biztosítunk a gyerekeknek. Egyéni fejlesztési terveket készítünk minden idejáró diákunk részére. Ugyan a képzés segít a döntéshozatalban, mégsem egy felzárkóztató, az általános iskolából kimaradt tudásanyag bepótlására alkalmas időről van szó. Sokkal inkább arról, hogy képet kapjanak a gyerekek a különböző szakterületek mindennapjairól, megkönnyítve ezzel a későbbi választást. Nagyon fontos volt számunkra, hogy előzetesen is megismerjük a gyerekeket. Itt családlátogatás alkalmával is már megismertük őket, és próbáltuk a szülőket is bevonni, hiszen a mi iskolánk úgy gondoljuk, hogy egy híd tulajdonképpen a család és a gyerekek között. Itt különféle szakmákat, amiket itt az iskolánkban tanulnak, itt ezekben a mini műhelyekben és a gyakorlati tevékenységekben próbáljuk őket bevonni, ami által próbálunk nekik egy kis motivációt adni, hogy kedvet kapjanak a különböző szakmákhoz. Annak nagyon örülök, hogy a szakképzés 4.0 stratégiának is részese lett az orientációs osztály, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumban két intézményben is működik ez a képzés, és bízom abban, hogy az itt megfogalmazott tapasztalatokat majd meg fogjuk tudni osztani a többi szakképzési centrummal is a jövőben. Ez egy hálózatosodásnak is a része, mi nagyon szeretnénk a munkamódszereinket és tapasztalatainkat megosztani a többiekkel. A stratégia lényege és célja, hogy a módszer megmaradjon a középszintű oktatásban, mondja Csapó Gábor. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a gyerekek szívesen járnak ebbe az oktatási formába, hiszen olyan közegben kapnak képet a lehetséges jövőről, mely nem terheli őket az ismeret hiány okozta rossz iskola választás súlyával.